A farsang története évszázadokra nyúlik vissza. Főként a néphagyományok dominálnak ebben a ciklusban. A történelmi háttérről fontos tudni, hogy a farsang szorosan kötődik a tavaszi és a téli napforduló időszakához. Az ünnep lényegéről és jelentőségéről Fuchs Márta néprajzkutató ad mélyebb betekintést. Az ókori népeknél, tehát akár az északi skandináv vagy a germán népeknél, akár a régi római görög népeknél, ez a tavaszi-téli napforduló ugyanúgy ilyen hatalmas mulatságokkal, ébő étkezéssel eltöltött időszaknak számított. A kora középkorban az egyház, tehát a katolikus egyháznak, illetve a keresztény egyháznak a szerepének a megnövekedésénél ezek a tivornyák egy kicsit eldurvultak, és ezért betiltották őket. A farsang következő időpontja, amiről írásos forrásaink vannak, a 13. században jelenik meg megint a Európában. Tulajdonképpen a 13. század után már folyamatosan felelhető a farsangi népszokás, illetve a beöltözött maszkarás, udvari, főúri bálokról adnak hírt ezek a különböző történeti források, ami egész Európában jelen volt. Magyarországon a 15. századból Mátyás udvarából származó reneszánsz farsangok az első adataink. Ezek olasz hatásra jutottak el hozzánk. Ezzel szemben a polgári és paraszti farsangolás szokása sokkal inkább német hatásra alakult ki. A középkor folyamán a városok gyakorlatilag az egész, a polgárok az egész várost farsangi szintérnek tekintették. Tehát ha például itt gondolunk egy velencei karnevára, vagy a riói karnevára, a városnak a szinterei, nagy főterei voltak, az előadásoknak a szinterei, a nézőket állandóan megpróbálták bevonni ezekbe a dramatikus játékokba, a mulatságba, a zenébe. Tehát vagy nézőként, vagy maszkos alakú résztvevőként általában a városnak, a falunak, az apraja, nagyja részt vett ezeken a farsangi mulatságokon. A farsangnak a legjellemzőbb egyik tulajdonsága az magának az étkezésnek a bősége, és ezért, erre azért volt szükség, ez mint egy átviteli mágia működött. Tehát úgy gondolták a korabeli emberek, hogy azzal a bőséggel, amit megesznek a farsangi időszakba, az egész éves termésüknek, állatállományuknak a bőségét tudják elősegíteni és biztosítani. Ha belegondolunk, ennek volt egyébként egy nagyon komoly gazdasági oka is, hiszen a disznóvágások időszaka december, január, februárban, inkább január végéig lezajlottak, tehát ténylegesen egy olyan húsbőségben voltak ebben az időszakban az emberek, amit bűn lett volna nem kihasználni. Így a különböző főzött húsok, mártásokkal, kocsonyák, gazdag orjalevesek, töltött káposzták, kolbászok, hurkák, tehát ezek a nagyon gazdag zsíros, húsos ételek jellemezték a farsangi időszaknak a táplálkozását, és ez mellett kifejezetten a gazdag zsírban, olajban kifőzött, kisütött, bocsánat, fánkok, akár a szalagos fánkok, csöröge fánkok jellemezték még a táplálkozást, illetve a német területeken, Magyarország egyes részein az ostya sütés is ugyanúgy hozzátartozott a farsangi szokásokhoz. A néprajzkutató úgy fogalmazott, a farsang tágabb kultúrtörténeti kontextusban egyfajta szelep volt a társadalom számára. Ez a szakasz az elszabadult indulatok, a megfordított világ ideje is volt. Például a középkori forrásokban nagyon gyakran leírják, hogy a szegények gazdagoknak öltöznek, azokat az igazságtalanságokat különböző dramatikus játékokon megpróbálják ilyen színdarabszerűen megbosszulni, ami őket érte az életben. Az is igaz, hogy a farsangi időszakban, a városokban a célegényeknek az őrködését, a városőrséget is mindig megkettőzték, mert azért az nem volt titok, hogy ezek az elszabadult indulatok, ez a felfordított világ, amikor mindent úgymond egy kicsit szabad volt tenni, durvább csínyeket meg lehetett tenni, több mindent megbocsátottak az elkövetőknek, de gyakorlatilag, hogy azért ezek szélsőséges méreteket is tudtak ölteni, és nagyon sokszor akár tömegverekedésekbe is torkoltak. Tehát volt egyfajta ilyen társadalmi szelep
szerepe is ezeknek a féktelen mulatozásoknak, illetve konkrétan ennek a farsangi időszaknak. A farsang legjelentősebb mulatságai az úgynevezett farsang farkára esnek. A farsang farka az a három nap, a farsang vasárnap, hétfő és a kedd. És tulajdonképpen azok a fajta temetések, amit abban az időszakban eljátszanak, akár a sokácok is, ez maga jelképezi valahogy a télnek a temetését, a tavasz eljövetelét, az élet felújulását, tehát a természet megújulását. Tehát lehet egy kicsit azt mondani, hogy kvázi az életnek a győzelmét is jelképezi a halál fele. De ezek azok a szakaszok, amelyek, vagy ezek azok a történeti rétegek, amik nagyon mélyre a régebbi, 2000 évvel ezelőtti archaikus időszakokba visszavezetnek. Tehát a különböző történeti, különböző jelenségeket a különböző néphagyományokban meg lehet fogni történeti rétegeként, és azért ezeket mindig szépen le lehet fejteni. A farsangot jellemzik továbbá a dramatikus színjátékok is. Nagyon szerették mindenhol előadni. Az egyik kedvenc darab volt ebben az időszakban Cibere, Vajda és Koncz királynak a története. Ez tulajdonképpen két ételnek a csatája. A Cibere leves az egy nagyon szegény bőjti étel, egy erjesztett gabonából készített, zsír nélkül készített étel. A Koncz király, ugye a szólást is ismerjük, veszekednek a koncon, tehát ez egy nagyon gazdag húsos ételt jelentett. Kétszer is, többször előadják ezt a darabot, egyszer Vízkereszt, amikor Koncz király győz, egyszer pedig húshagyó kedden farsang napján, amikor ugye Cibere Vajda fog győzni, hiszen másnap hamvazó szerdával elkezdődik a 40 napos komoly bőjt. Ugyanilyenek voltak akár a dúsgazdagolás története, ahol a szegény, koldus, éhező beteg Lázár a gazdag háza előtt fekszik kín, tehát a Lukács evangéliumában olvasható, és miután Lázár és a gazdag is meghalt, derül ki a történet vége, hogy a Lázár ugye a mennybe jut, a gazdag, aki fennhordta az órát és nem sajnálta meg a szegényeket, a pokorra jut. Ebben az időszakban tehát jellemző volt a bőség, a párválasztás, a szexualitás, a bőétel és a mulatságok is.